Az országgyűlés 2013-ban alkotta meg az új polgári törvénykönyvet, ami 2014 márciusában lépett hatályba. A változások között szerepelt, hogy a PTK-ra való áttérés mellett az eredetileg 500 000 forinttal alapított KFT-k törzstőkéjét 3 millió forintra kell emelni 2016. március 15-éig. Elfogadták azt a törvénymódosítást, amely ezt a határidőt kitolta további egy évvel, tehát 2017. március 15-ére kell a KFT-knek felemelniük a törzstőkéjüket az eredetileg kötelező 500 000 forintról 3 millió forintra. Vélhetően az a törvényalkotó szándéka ezzel a további haladékkal, hogy azoknak a cégeknek nyújtson segítséget, amelyeknél nem áll rendelkezésre ez a mennyiségű tőke, amelyen meg tudják valósítani a tőkeemelést. A nyíregyházi törvényszék adatai alapján a megyében működő vállalkozások közül 3817 KFT kapott haladékot arra, hogy előteremtse az új PTK-ban előírt tőke hiányzó részét. A megyében 15600 körüli az összes élő cég, ebből 10000 körüli a KFT-k száma. Ezen KFT-k közül 3800 az, akinek a tőkéje nem felel meg a jelenlegi, illetőleg a PTK-ban szabályozott 3 millió forintnak, úgyhogy ez a szám, illetőleg ezek a KFT-k azok, amelyek megkapták ezt a haladékot, további egy év lehetőségük van a tőke megemelésére. A parlament döntése értelmében a korlátolt felelősségű társaságokat terhelő kötelező tőkeemelés bejelentése illetékmentes, csak abban az esetben kell 15 000 forintos díjat fizetni, ha a cég egyéb adatváltozást is bejelent.